Lábfétisem van! Ezt figyeld, eredeti játékok letöltése refplay.hu/olcsójáték. Egy újabb refplay videó, lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel. Rock and roll! Hello, sziasztok, Sarki Roland vagyok, és ez itt a refplay csatorna. Az az ötletem támadt, ami 2012-2013 körül cikkezések hajnalán, amikor csináltam, volt egy ilyen Így ne csajozz című cikken, de azt véletlenül elmondtam élőadásban is. Aztán tavaly live-ban is, meg idén is említettem ezt a címet, igen, és hát így ne csajozz. 2016-12.30, 7 óra 5. Igen. Ezt most egy gépemről így kimentettem. Ezt akkor fixáltam le magamba, hogy jó, akkor ez lesz a cím. Mindenféle félreértések elkerülése véget. Ezzel a videóval egyrészt energiatakarékosság, környezetvédelem és hogy ne merüljön a telefonod című tech tippek videóba is belerakhatnám, mivel miért merül mindig a hölgyek telefonja? Mert emberkék kirogatnak nekik. Milyen jó lenne, hogyha hazaérnél, és nem lenne 5%-on az ilyen felesleges értesítők miatt, hogyha ezek az úriemberek kevesebbet fognak írni, vagy legalább megtanulnak írni, akkor kevesebbet kell tölteni a telefont. Magyarán kevesebb energiát fogyasztunk, magyarán tiszta zöld vagyok, bam meg. Igen. És még egy nagyon fontos dolog, így ne csajozz se Instán, se Twitteren, se Facebookon, sehol. Sokszor nagyon hülye emberek vannak. A lényeg a lényegében, legyünk zöldek! Kezdjük ezzel. És igen, így ne csajozz, vagy ne csajozzon senki. Mert ez nagyon fura. Itt van az úriember, ráír, hogy na szöszi. 20 óra 17 nem kapott választ. Hú, március 23 megint, 20:34. Nem pöcsöl, viszi a cuccot. Jól van, szia, pont. Aztán április 12. Menjünk tovább, utána mosolygó fej, aztán április 17, Hali, április 26, szia. Na most mindenki észrevett, hogy 20:47-kor írták ezeket, igaz? Szóval 20:36-20:47 mindig ilyen esti időtájban volt a leggyakoribb, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy éppenséggel rájött valami. Utána április 30 az a fej, aztán szobd ki, jön egy akkor, utána május 21, Halika. Na szóval előbb még azt mondta, hogy ki, most már halikázik, és utána augusztus 8, szia. Utána augusztus 8 megint, neheztelsz rám? Vagy mi? Haver, előbb azt írtad a hölgynek pár hónappal előtte, amikor le se szart, hogy ki, finoman szólva. Hol van ilyenkor az ész? Remélem, egyrészt megtanulnak majd írni az úri emberek, másrészt nem fognak éneket írni a hölgyeknek, nehogy bekerüljenek. És akkor hát igen, erre mondtam, hogy energiatakarékosak leszünk, mármint zöldek, és szia! Most 0 óra 33. Utána szeptember 27-23-52 fél, haragszol? Vagy miért nem írsz vissza? Tilts akkor. Szerintem a hölgynél már megvolt ez a tiltás. És most nézzük a következőt! Ami... Figyeljetek! Szia! Ismerkedni szeretnék veled. Nagyon csinos vagy, bebé. Ez még úgy udvarias volt, jó. Itt vagy, drága. A bébire nem ismerkednek a bébik, és utána, ja. Aztán van az a sima, nagyon-nagyon-nagyon Twitterhez szokott. Csini vagy, dumcsizni, van kedved? Őket is megértjük, többet nem tudnak végül is. Hány éves vagy? Legalább optimálisan kezdi. Itt vagy. Igen, szerintem lehet, hogy itt van. Nekem nagyon tetszel, várjatok. Meg szeret... Nélek is, mert né, drágám. Kivel írsz? Ezt nem tudom, hogy értette, de komolyan mondom. Megyünk lejjebb. Szia. Na most itt eltelt egy elég hosszú idő. Júni 27, utána júlie. Szia. Kérdezhetek valamit? Tiszta romantika! Kérdezhetek valamiből? Lett egy nem fogadott hívás. Megint egy nem fogadott hívás. Úri emberünk nem adta fel, de ennél a pontnál úgy vége szakadt a dolognak. Figyeljetek, lényegre törő leszek. Ez durva lesz. Jó csaj vagy! Nagyon húználak! Pont. Mikor? Jó csaj vagy? Faszra húználak! Mikor? Amúgy ember, ez bejött. De most így komolyan bejött valamikor. Ebbe az a morbid, hogy szerintem ezek így átlagban így 1000 csajnak írnak, 1000-ből egy pedig lehet, hogy olyan kis bolond, vagy annyira magalat van, hogy bejön nekik. Szóval így lehet, hogy ez jó befektetés, de nem. Így ne csajozzatok. Így nagyon ne. Jézus Atya Úristen. Ahogy látom, hát úgy már 40-50 év körül vagy. Újat nem tudsz tanulni. Kockáztatni nem fogsz, inkább mész arra, amit már eddig is gyakoroltál. Ember, figyelj! Sok sikert, ha bejön, szóljál!
És amikor jönnek a trollok, mert látják, hogy cseten is, meg üzenetbe is, meg mindenhol, a csajok nekem írnak hasonlókat, csak kultúrálta a formába, akkor hú, mennyi féltékeny szokott lenni. Igen, így születnek a trollok, irigyek és féltékenyek. Ja, és vannak olyan trollok, az a másik vicces dolog, hogy a barátnője követ Instán, Facebookon, YouTube-on, mindenhol, és a gyerek mindenhova, minden videóm alá betrollkodott, és így már élő adásban is elkezdett engem osztani, szidni. Na vajon miért? Mondom még egyszer, barátnő követ Instán, Facebookon, meg YouTube-on is. Akkor most jön egy ilyen kis blájtosabb. Szia! Amúgy azért írtam, mert nagyon szép vagy. Jó. Igen, ez még úgy jobb kezdés. Sokkal jobb, sokkal jobb. De az előzőt, azt, hogy húznának, azt ne. Szép, gyönyörű hölgynek írnak, szia. Aztán, te nagyon szép vagy. Szívesen megismernék. Vagy készítenék rólad ingyenes portfóliót. Mi van? Vagy akármi. Ezt a jelenetet hívjuk, vagy ezt az üzenetet, vagy ezt az embertípust kanos fotósnak. Ember, amikor én fotóztam, nem nagyon csináltam ilyet, bocs. Na most egy csomó fotós ismerősöm, köbő úgy most szithatja a nevemet, de igen, ez van. 100-ból 99 ezer csajozik, én meg az egy, így nem csajozok. Kettő. A hölgyek szoktak kezdeményezni. És miért? Mert normális vagyok, mert látják, hogy normális emberke vagyok. Nem gond. Ez is még egy lájtosabb verzió. Jó reggelt, neked is. Mikor volt már? Tudom, nem jössz át? Nem, csak baszkodnálok. Fogs, próbálja viccesre venni a hölgy, hát ha viccel, aztán nem jó, XD, nem. Viccesnek indul, aztán utána már átmegy a szokott nálakba. Menjünk is a következőre. Nem hiszitek el, hogy mit kaptam ezek után. Este fele mi csi? Hatig színjátszom vagyok. Utána semmit. Oké, és nincs kedved valamit után csinálni? Vagy csinálni utána, elnézést? Kicsit később, szeptember 22, ugye erre nem kapott választ az úriember. Kérdés kettesben. Hölgy megkérdezte, hogy neked van barátnőd, igaz? Jött az és? Hát így. Nem akarom, hogy féltékeny legyen. Amit nem tud, az nem fáj! Értitek? Ezek után a hölgy írta, hogy na szép, akkor felejtős. Barátnőd van, vele kellene foglalkozni. Igaz is van? Én nem tudom ki, hogy van, de a barátnőm van én még. Ha nem tudja, akkor se tennék ilyet. Bocs, akkor én vagyok a fura ezek szerint. Utána jött egy ó, aztán egy jó izé vagy. A jó izé vagy után én nem. És utána még a hölgy írta, csak tiszteletben tartom, hogy van barátnőd. Szóval a hölgy előtt le a kalappal, tapsoljuk meg. De az úriember az nagyon gáz. Ami most jön. Emlékeztek, amikor mondtam, hogy a biztonságuk érdekében írják be, hogy RefPlay fan, és utána nevüket, mármint a nézőknek. Ez nem véletlen. Volt olyan emberke is, aki így ráírt, amúgy tudom, nézőmre, hogy miért engem néz meg, stb. Nézze őt, meg etc. Eléggé gáz ember. Aztán, ezek mellett, hát ezt meg kell mutatnom, figyeljetek. Szia, kérdezhetek? Ez nagyon durva lesz. Utána jött a válasz, szia, aha, csak közben játszok. Na és erre, ma majdnem tettem valamit. Azt az úriemberről tudni kell, még 5 hölgynél eljátszotta ugyanezt. Figyeljetek. Mit? Kérdezi a hölgy. Majdnem smároltam pasival. És az miért baj? Hölgy megkérdezte. Mert pasi vagyok. És majdnem leoptam, és ez nem normális. Tudod, miért nem normális? Az, hogy a live-omat nézed, a YouTube live-omat, és utána ráírkálsz a hölgynézőkre. Jó, igen, tudom, nagyon sok hölgynézőm van. Többen írnak naponta, mint ahány értesítőt kiküld a YouTube, de ez azért morbid. Erre mondom azt, hogy a RefPlay szemben mindent lát. Várjatok, itt még nincs vége. Kinek mi a normális? Írt a hölgy. Erre az úriember, neked kérdőjel. Ez nem igazán érdekel. Ez az igazság. Utána mindenkinek szíve dolga, kihez vonzódik, vagy kikhez. Köszi, szívecske. Hölgy egy mosolygó fejet. Aztán mit írt? Tudsz tippet adni? Utána most mire? Ex. Kérdőjel. Ezek után nem tudom, hogy mit csináljak szájjal. Ember. Te most amúgy trollkodsz? Kérdőjel. Sajnos nem. Tud segíteni. Értitek, ugye? Rem, nézed a videót, mert tudom, hogy írkálsz a hölgyeknek. Sőt, még egy-két emberről még tudok ugyanúgy. Szóval tartottunk, hogy tudsz-e segíteni. Hölgy írt, hogy ó, nem. Na most ez lehet, hogy ezzel akarja a hölgyekből kihúzni a dolgokat, vagy nem tudom. Ezek után jött, hogy gondoltam. Aztán nem vagyunk olyan státuszban, hogy ilyesmit leírjak.
utána valamilyen fura módon, ez most nem tudom, hogy hogy a fenébe jött ide a gyereknek, mindegy, egy-két év, és lehet lebénulok. Na de várjatok, bocsi, azt mondogatta, hogy ő majdnem lepott valakit, hogy adjon a hölgy tippet, és utána egy ilyet belök. De ismétlem, mindent tudok. És nem ez az első. Na, a következő alany. Ezzel kezdte. Se pá, se hello, semmi. Lábféti sem van. Kivenném a talpadra. Hányos? Ki akarom verni rá? Légy szív. Küldj képet róla. Te aztán úgy el vagy. De tényleg. És mi volt a hölgy válasza? Verd másra. Ez nagy. Ott az egész hölgy. És nem, te a talpát akarod. Gratulálok. Na akkor figyeljetek. Itt én szakadtam a rögéstől. Ez nagyon durva. Szia kedves! Jól figyeljetek! Én anyukája vagyok, és... Na most ezt így kinagyítjuk, hogy lássátok. Na itt kattog az agyam ilyenkor. Minden nap megnézem a Tinderét, hogy van-e meccse, és te vagy az. Első, az egész család nagyon izgatott, mert már azt hittük, nem lesznek unokák, és csak azt akartam írni, hogy nagyon szép lány vagy, és biztosan nagyon kedves is. Legyetek boldogok, puszi anyu! Anyu! Csajozol nekem? Én nem a szüleimmel lakok. Fenébe is! Ez nagyon durva. Na most írja le kommentbe mindenki, akinek az anyukája csajozik helyette. Vagy nem tudom, ha létezik még ilyen. De kedves anyu, nyugalom, megnyugodhat a család, a hölgy nem az önöké. Ezt tudom. Ez a rész, ami most jön, ez nagyon... félelmetes egy hölgynek, hisz először egy laza merre, most gyere értem. És ezt az úriember írja, oké? Léci! Miért nem két C-vel vagy hárommal? Azt szoktuk meg. Hol vagy? Mondas tanot, számot. Léci! 10-20 perc eltelik, itt vagyok a szobádban. Ezt mindenki rendesen látja? Itt vagyok a szobádban. Ember, nem így kell csajozni, vagy megismerni valakit, hogy ismeretlenként így odaírod, hogy itt vagyok a szobádban. Erre szerintem most a kommentelők azt írnák, hogy igen, ők is rendőrt hívnának, hogyha egy full idegen ott van a szobájukban, és azt írja Facebookon, itt vagyok a szobádban. Tényleg, ez tuti másnak indult haver, de azt is a törvény bünteti, és az ilyet nem szeretjük. Nagyon nem. Persze, hogy a hölgy megijed. Következő, gyere! Jó, még mindig nem adja fel. Igen, jól látjátok, ezek után a következő az, hogy könyörgök, gyer. Vagy konyorgok, pont, gyer. Nem, hidd el. Nem megy át. Mindezek után, több hónap késéssel megkérdezi, hát a hölgy nem tűnik, ez logikus, ilyeneknek, ne vicceljetek, hogy van-e pasid. Ember, ezt nem előtte kellett volna megkérdezni, mielőtt odamész tök ismeretlen a szobájába. És azt írod, hogy gyere, léci, itt vagyok szoba, vagy nem tudom, hogy írtad. Van, így kell válaszolni rá. Akkor off, nem megyek át. Nagyon sajnálom, hidd el, tudom, hogy lemaradtál. De nem adta fel az úriember, mert odaírta, hogy de attól még átmennék most. Nyugi, nem ment át. Tényleg lehetne valami köztünk. Még mindig nem adott fel. Még mindig. Már évek óta írogatsz neki. Szexi vagy. Annyit elárulok. A hölgy tényleg jól néz ki, és okos, kedves, van agya, tehetséges, esélyese lett nála. Hidd el. Ezek után, hát úgy egy év eltelt. Nem adja fel, megkérdez, hogy lejössz a partra. Na és úgy kb. Két év után, megint ír, jó ez a szemüveg. Esküszöm, ahogy ezeket olvasom, érzem, hogy az IQ szintem esik lejjebb. Hölgyeim, ti ezt hogy bírjátok? De most komolyan. És igen, kimerem emelni, hogy amit ti írtok nekem, hölgyek, még akkor is, hogyha egy csomó hölgy úgy eléggé huncut üzeneteket ír nekem, így naponta, ismeretlenül. Már megint. Igen, napi több tucat ilyen üzenet. De akkor is kulturáltabbak, mint ezek. Hát ez mi? És egy ilyen nőnek, ilyen stílusban írni. Legalább én tudom, hogy kell igazi nővel beszélni. Csak magam adom. De az nem ilyen! Na jó, figyeljetek! Szia te kis elbűvölően, csodaszép, kincses, szigetecske, gyönyörűséged annyira elbűvölő, hogy nem bírom ki, hogy ne... Tudjátok mit?
Ez egy nagyon hosszú, nagyon-nagyon hosszú üzenet, és eléggé vicces. Szóval minden egyes kincses szigetecske, akinek tetszett ez a videó, és vannak ilyen üzenetei, nyugodtan küldj el nekem. Lent van az elérhetőség, vagy a Facebook oldalamhoz, ami ugyanúgy, a RefPlay Facebook oldal, refplay.hu/facebook, ez a rövid link, így elérhetitek, és befejezzük ezt az üzenetet, ha még küldtök anyagot, az is belekerül. És ahogy mondtam, környezetbarátok vagyunk, hisz kevesebb hülyeséget írnak az emberek, így kevesebb áramot fogyasztanak, de másrészt nagyon sokat használják a hölgyek a mobiltelefont, és nagyon sokat töltik. Minden nap töltitek. Igaz? És hogyha kevesebb ilyet írnak az úri emberek, akkor még több ideig kibírja a mobilotok. Szóval minden hölgy mellettetek vagyok, hölgyeim. Nyomjon egy lájkot, és uraim, ti is nyomjatok egy lájkot, hogyha normálisak vagytok, aki meg nem normális, és hasonló módon, ilyen nagyon gagyi módon így csajozik, az nyomjon egy dislike-ot, és ezzel kifejezi, hogy ő hülye. Igen, befejezzük ezt az üzenetet, majd ezek mellett iratkozzatok fel, hogyha tetszett. A másik dolog nagyon fontos, nyomjátok feliratkozás után be a csengőt. A csengőnél megjelöljétek ki, hogy mindig szóljon. Facebookon ugyanúgy lájkoljátok, és a like után kék lesz a követés gomb, de a követésre kattintsatok rá, és jelöljétek be, hogy mindenről küldjön értesítőt. Mit mondjak, legyenek 200 like, tudjam, hogy tetszik nektek, hogy folytassuk, mert küldjetek még anyagot, hölgyeim, hogyha úgy gondoljátok, és pártoljátok ezt, hogy környezetbarátok vagyunk, és legalább megtanítjuk őket írni, vagy hasonló, mert ha bekerülnek, akkor utána nem fognak ilyen hülyeségeket írogatni. Vagy direkt írogatnak majd, hogy bekerüljenek. Így vagy úgy. Sziasztok, Saktron, voltam, hogy lesz RefPlay, kövessetek Instán, Facebookon, mindenhol, rock'n'roll, meg minden egyéb.